látszódik a nyitottságotok a Jóisten jelenlétére, az ünnepi öröm a plébános atyánál, a paptestvéreknél, akik ellátogattak. Itt van az egész beregszázi esperes kerületnek a csapatja, a papok. Nagy öröm látni, hogy még ebben a nem könnyű időben, háború időben élettel teliek a templomaink. Nagy öröm látni azt, hogy Isten szívére ráhangoljátok a ti szíveteket. Lehetséges, hogy pont ezekben a nehéz időkben, amelyeket élünk, még jobban értékeljük az Istennel való kapcsolatot. Remélem, ti is tapasztaljátok azt, hogy Isten nem hagy el minket, hogy velünk van, hogy vezet minket, hogy ad nekünk erőt, ad nekünk bölcsességet, és ad nekünk védelmet. Mert igazából csak ő tőle jön az védettség, az a védettség, amely után a szívünk vágyik. Mert a kegyelem állapotban van igazából megvédve a szívünk. Lássátok, Jézus is meg volt sebezve. Jézus is itt a földön szenvedett, sőt, olyan szenvedése volt, amelyen többségünk nem is tudja, hogy milyen nagy fájdalom volt az neki a keresztút, meg az a halál, a kereszthalál, amelyen átment. Ő maga megtapasztalta azt a fájdalmat, de mit mutat nekünk? Hogy a saját keresztútján, a saját fájdalom útján a legfontosabb volt neki az atyával való, a mennyei atyával való kapcsolat. Lehet a mi szavunkkal mondani a kegyelem állapot, az egység a mennyei atyával. A mi keresztutunk is, a földi útunk úgy kéne, hogy folyjon, hogy a legfontosabb nekünk ez az Istennel való kapcsolat. Hogy nem a földi válság az a fő hely, amelyre koncentrálunk, hanem az Istennel való kapcsolat. Nagyon gyakran mi emberek valahol elveszünk, mert a földire koncentrálunk. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, most még nem gyónok, mert még van valami bűnöm, amit nem hagyok ott, nem akarok ott hagyni. Most még nincs időm vasárnaponként menni a Szentmisére. Most még nem. Most még az Isten nem az első helyen van az életemben. Van olyan ember, aki így él. Hogy van olyan ember, aki bűnt tett, és fél megnyitni szívét Istennek. Fél meggyönni bűneit. De a mai példabeszéd, amelyet hallunk, Jézustól azt mondja, hogy elmegy az elveszett juh után, ott hagyja a 99-et, és elmegy az egy elveszett juh után, amíg meg nem találja. Miről szól nekünk ez Istennek, Jézusnak a nyilatkozása, hogy Jézus mindig keresi az elveszett embert. Mindig. Mindig keresi az elveszett embert. Jézus nem hagyja abban az ember keresést. Lehet is azt mondani, hogy Jézus az utolsó leheletig, Istennek az utolsó leheletig, mert Jézus a kereszten az utolsó lehelet szavával azt mondta, beteljesült, illetve mindent megtettem, hogy most minden ember meg tudjon térni. Beteljesült. Az utolsó leheletéig hű volt, az utolsó leheletéig mindent megtett, hogy nekünk legyen az a kincs, az a kegyelem,
amely az ő Jézus megtestesült életéből fakad. És a másik oldalon pedig az embernek az utolsó leheletéig Jézus mindent megtesz, hogy megkeresse azt az embert, aki elveszett. Ezért ne ítéljünk el senkit, mert mi nem tudjuk, hogy lehet az az ember az utolsó pillanatban tért meg. Mert ilyen a mi pásztorunk, hogy ő valakit, aki bűnbe esett, valakit, aki bűnben él, valaki, aki talán úgy észlelünk, mint Istentől távol, élő embert Jézus utolsó leheletéig mindent megtesz, hogy ezt az embert visszavezesse, visszanyerje. Ezért ne tegyünk keresztet senkin. Tudjátok, mit jelent ez keresztet tenni? Ez már nem tér meg. Ez már ilyen lesz. Ezen már nem lehet változtatni. Ne tegyünk kereszten senkit. Senkin ne tegyünk keresztet. Sőt, van olyan, hogy talán az ember azt mondja, én már nem változok. Ittam, iszok és inni fogok. Káromkodtam, káromkodok és káromkodni fogok. Bagóztam, bagózok és bagózni fogok. Még az ilyen ember is, aki azt mondja, hogy ő már nem változik, jöhet egy pillanat és minden megváltozik az életében. Ezért ne tegyél keresztet senkin, se nem saját magadon, mert a Jóistennek van olyan kegyelme, ereje, hogy tégedet a bűnből, a rabságból kiszabadítson. Emlékszek, egy ideig elég intenzíven imádkoztam apukám megtéréséért, mert hát mi lássuk a legjobban a családban, hogy ki milyen állapotban van. És én észleltem, láttam, hogy apukám valahogy nem nagyon nyitotta ki a szívét a Jóistenre. Így láttam én, de igazából mi nem látjuk az embernek a szívét, de mégiscsak imádkoztam apukám, akkor nyugodjon békébe. Eljárt a templomba, de rég nem gyont, nem áldozott. És én imádkoztam. És az én imám nagyon egyszerű volt, nem egyszer. Jó Istenem, térítsd meg őtet, még hogyha ez az utolsó percben is lesz az ő életében. Én nem tudom, hogy csinálod te ezt, de bízok, hogy még az utolsó percben is megadod neki ezt a lehetőséget, és kérlek tégedet, hogyha nem látom az ő megtérését, hogy legalább amikor az utolsó leheletet fogja kiadni, tégedet válasszon. De egy rövid idő múlva apukám elkezdett gyónni, minden vasárnap szentmisére járni, áldozni, sőt, hétközben is elkezdett járni és áldozni, és az utolsó éveit mély egységben élte meg Jézussal, az utolsó kenetet megkapta, és a kegyelem állapotba változott, ment át ebből a világból. Hiszem a mennyei atya, irgalmas mennyei atya ölelésébe. És ezért ezt a példát mondom, mert lehetséges, hogy nektek is van olyan helyzetetek, hogy valaki a családból vagy ismerős úgy néz ki, hogy ezen már nem lehet változtatni, de ne adjátok fel. Ne adjátok fel, mert Jézus nem adja fel. Jézus nem hagy cserbe senkit. Még hogyha mi nem is lássuk, hogy működik az ő keresése, de higgyetek abban, nincs olyan ember, aki után nem küzdene meg Jézus. Még hogyha kéne, még egyszer keresztre
feszíteni, hagyná magát keresztre feszíteni, ha kéne, de nem kell. Ő már mindent megtett, és megtesz. Jézus azt mondja, nagy öröm a mennyben a megtérő bűnös. Nagy öröm a mennyben a megtérő bűnös. Nagyon fontos, van egy másik része ennek a Jézus keresésének, hogy a bűnösnek, az elveszett embernek tennie kell azért, hogy Jézus megtalálja őt. Illetve nem elég, hogy Jézus keresi az embert, mégiscsak az embernek döntenie kell, hogy ő megtér. Mondjuk az a juh, amikről ma hallunk. Elmegy a pásztor, és mondja, na, megtaláltalak, és a juh mondja, én nem akarok, nekem itt jó, elveszettnek lenni. Na, a szabad akarat ellen a Jóisten nem tud tenni semmit. Ő megtesz mindent, ott van, hívogatja az embert, nem egyszer, lehet, hogy ma is van valaki olyan, aki rég nem gyond, és amikor hallotta, hogy lehet háromszor is ma hallotta, mert István atya mondta, hogy szólt a mise előtt is a gyónásról, aztán én mondtam a gyónásról, aztán István atya még egyszer mondott a gyónás lehetőségéről. Lehet, van olyan, akinek itten háromszor is megszólalt, na menj már ma gyón meg, van itten ilyen lehetőség a búcsón. De aztán nem döntött, mert az embernek mégiscsak döntenie kell, hogy ő be akarja fogadni a Jóisten kegyelmét. És ami itt fontos, hogy nagyon gyakran pont emiatt nem tudunk visszatérni az Istennel való közelségbe, mert kemény, kő szívű a mi döntésünk, hogy nem akarok, még nem. Most még nem. Na, ne legyen késő. Mert emlékeztek, a kereszt mellett volt két lator. Az egyik az utolsó perceibe kérte Jézust, hogy szóljon Jézus, amikor eljön a királyságába, hogy ő is ott akar lenni. Ő választotta Jézust, és azt mondta neki Jézus, hogy még ma velem leszel, de a másik lator pedig nem tért meg, sőt, átkozódott. És ezen Jézus segíteni nem tudott. Illetve a megtérés a mi oldalunk, amikor mi hozzáfordulunk az Istenhez, és kérjük őt, beismerjük, hogy elveszettünk, és vissza akarunk térni, mondjuk, a kegyelem állapotába. Amikor az ember megy a gyónásra, amikor áldoz azért, mert egyesülni akar az Istennel, ez az embernek a visszajövése. Egyesül a nyájjal, az elveszett juh és a pásztorral. Ez, amikor az ember egyesül az egy házzal, visszatér a testbe, a kegyelem testbe és a szentségek által él. Bízunk abban, hogy Jézus az utolsó leheletig keresi az embert, és tegyünk meg mindent azért, hogy mi ezt a kegyelmet elfogadjuk, és imáinkkal segítsük azokat, akik még nem választották Jézust. Amen.